5 éve még marhák legeltek és lovak nyargaltak a felcsúti réten a foci stadion mellett. Mostanra ugyanitt már sportcsarnok, kazánház, edzőpályák állnak, de épül az ifjúsági szállás és wellness központ is. Mindegyiket az Orbán kormány által 2012-ben bevezetett TAO-rendszerből fizették. Csak Felcsútra a 9 év alatt 32 milliárd forint támogatás érkezett a cégek társasági adójából. Összesen a 6 látványsportágra 2012 óta 790 milliárd forint ment az államkassa helyett. Ezekről a bíróság több tucat alkalommal mondta ki jogerősen, hogy közpénznek minősülnek. Ha a kormányon múlik, már nem sokáig. Se nem gyorsan, se nem lassan, se nem korán, se nem későn, nem. Pont jó ütemben kell meghozni az intézkedéseket. A koronavírus elleni védekezésről beszélt tegnap az állami tévének a miniszterelnök. Nem sokkal később a kormány benyújtotta az alaptörvény újabb módosítását, amiben rögzítik a közpénz új fogalmát. Ez szerint, idézem, közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. Aki ezeket a módosítottakat megfogalmazta, az nem azért cselekedett, hogy nagyobb nyilvánosságot vagy nagyobb mértékű átláthatóságot teremtsen a közpénzviszonyok körében. A közpénzek átláthatóságáért küzdő civil szervezet szerint az sokkal érdekesebb kérdés, hogy az új definíció szerint mi nem számít közpénznek. Mi a sorsa például a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak, vagy az adókedvezmény formájában TAO pénzzel, látványsport támogatással kisrafírozó sportszervezetek pénzhasználatának, vagy mondjuk az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházásokat, projekteket végrehajtó különböző, akár magángazdasági szervezeteknek. De nem ez az egyetlen közvagyont érintő módosítás, amit a kormány a veszélyhelyzet kihirdetése után pár órával a parlament elé terjesztett. Szintén az alaptörvényben rögzítenék azt is, hogy a közfeladatot ellátó alapítványokat kétharmados törvények védik. Vagyis egy esetleges kormányváltás után is csak kétharmados többséggel lehetne bármilyen döntést hozni az egyetemeket, köztük például a Színház és Filmművészeti Egyetemet üzemeltető alapítványokkal, vagy az egyaránt több százmilliárdos állami vagyont kezelő MNB alapítványokkal és a Matthias Corvinus kollégiummal kapcsolatban. Ezzel az erővel gyakorlatilag beírhatták volna az alaptörvénybe azt is, hogy szabad a rablás. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint a kormány magatartása jól mutatja, hogy mi az igazán fontos nekik. A prioritások mindenki számára egyértelműen megmutatkoztak tegnap éjszaka. Az első az volt a Fidesznek, hogy gondoskodjon a pénz utánpótlásról, a szinte korlátlan pénz utánpótlásról a sajátjai számára, és a második volt az, hogy egyáltalán a szigorításokat valamilyen módon közölje a magyar lakossággal is. Az alaptörvény módosítását akár még idén elfogadhatja a Fidesz-KDNP. A kormánypártoknak az októberi borsodi időközi választás óta újra megvan a módosításhoz szükséges kétharmados többségük a parlamentben.